elérkezett a március, és ez a naptári tavasz első nagy ünnepe, a nőnap. És ezt a délután arra szántuk, hogy megünnepeljük a cseppesen gyengébbik nemet, a nőket. A nőket nálunk Magyarországon 48 óta ünnepeljük. Ehhez az ünnephez más országok is csatlakoztak. Ez a nap most már nemzetközi nőnappá vált tulajdonképpen az egész világon. Nőnap alkalmából gyűltek össze a Berettyó Parti Nyugdíjasok Egyesületének tagjai a Művelődési Ház színház termében. A megjelenteket Szalai Pál gondolataival városunk alpolgármestere köszöntötte. Mi a nő nekünk? Az egész világ maga a szüntelen változás. Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő érzi lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el. Ő a fény, a meleg és minden, ami jó. Semmihez sem fogható, és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál. Trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása. Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa. Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem a test gyönyöre. Az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ő egy személyben, lelkünk másik fele. Aki értünk létezik, és mi ő érte. Hajdú-Bihar megye és Debrecen nyugdíjas szervezeteinek szövetsége elnöke a március 10-i programon örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy egyre többen járnak a nyugdíjas klubokba. Molnár Ferencné szerint fontos, hogy az idősek egy olyan társaság részesei legyenek, ahol szeretve vannak, jól érezhetik magukat, és gondjaik megoldásához is bátran kérhetnek segítséget. Az ünnepséget a Rákóczi Tagóvoda Portulácska csoportjának műsora, valamint Antal Jenőné éneke színesítette, aki magyar nótákat adott elő. Bónác János alpolgármester pedig egy-egy cserép csodaszép virággal lepte meg a jelenlévő hölgyeket. Köszönöm szépen!